Faburkolatban lapult a cigi. A mintegy 90 ezer doboz 100 millió forint értékű adózatlan cigarettaszállítmányt a NAV pénzügyi nyomozói egy kamion rakteréből bontották ki még februárban. A csempészek számos új trükköt vetnek be. Itt például egy hűtőkamionban rejtőzött a dohányáru. Ennél a rajtaütésnél pedig még 2015-ben egy NAV szolgálati járőrautónak álcázott kocsit üldöznek a nyomozók. De volt olyan is, hogy az áramszolgáltató társaság logójával felmatricázott terepjáróval csempészték a cigit. A módszerekben az utóbbi időben jelentős változás tapasztalható. A korábbiakban klasszikusnak számító zöld határos szállítás egyre inkább áttevődik az ugyancsak nagy mennyiség szállítására is alkalmas kamionos forgalomba. Ennek több oka is van, egyik például az, hogy a déli határszakaszon felállították a fizikai határzárat, és ezáltal jelentősebb hatósági jelenléte számíthatnak az elkövetők. Ami ettől fontosabb viszont az, hogy az észak-alföldi régióban dolgozó pénzügyi nyomozó munkatársaim az utóbbi években olyan jelentős, intenzív felderítői tevékenységet végeztek, amellyel több bűnszervezetet is sikerült az adott munkaterületekről kivonni. Az elmúlt 5 évben 10 olyan bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai, amelyek elsősorban a zöld határon tevékenykedtek. Közel 100 főt tartóztattak le cigaretta csempészet vádjával, de további 10 orgazdasággal foglalkozó csoport tagjainak kezén is kattant a bilincs ezen időszak alatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a cigaretta csempészet legkritikusabb területe. Ez sajátos földrajzi elhelyezkedéséből adódik. 137 km ukrán határszakasza nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió külső határát is jelenti. Éppen ezért az illegális dohányáruk majd 90%-át itt foglalják le. Idén több mint 16 millió szál cigarettát foglaltunk le, mintegy 900 millió forint értékben. Természetesen nem csak a pénzügyi nyomozók foglalnak le cigarettát, hanem a pénzügyőrök is, tehát ez az említett mennyiség, ez a NAV munkatársai által lefoglalt összmennyiség a régiónkban. Az adóhivatal az utóbbi években folyamatosan vásárolt technikai eszközöket a csempészet visszaszorítására. Egyebek mellett éjjellátó készülékeket, hőkamerát, ruhára helyezhető és járművekbe szerelhető kamerákat, drónt, a vízi utak ellenőrzésére pedig légpárnás hajót szerzett be a hatóság. Magyarországon kizárólag engedélyezett nemzeti dohányboltban lehet jogszerűen dohányterméket árusítani. Ezek ellenőrizhető forrásból származnak, minden esetben magyar adójeggyel vagy zárjeggyel vannak ellátva. Forgalmazásuk illegális. A más forrásból származó dohánytermék birtoklása törvénysértő. Az adózatlan dohánytermék birtokosa a lefoglaláson kívül minimum 30 ezer forint bírságra is számíthat. Aki adózatlan dohányterméket engedély nélkül árusít, legalább 5 millió forint pénzbírságot kaphat. A cigarettacsempészetben résztvevők ennél is súlyosabb büntetést kaphatnak, hiszen akár több év letöltendő szabadságvesztésre is ítélhetők.